kirajtam, mert szégyent ne vallanak, akik hozzád esedeznek, azok bírunkodjanak, akik hitetlenül élnek. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy elmetére jegyem, te ösvényidre taníts meg, mi kell intéznem, és vezérelj engemet a te szent igaz igédben, oltalmazd életemet, mert benned bízom, Úr Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Olvasom Istennek igéjét az Új Szövetségből Pál apostolnak, az Efézusbeli gyülekezethez írott levelének a második fejezetéből a 13. verstől a 19. vers végéig terjedő szakaszból. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe Istennek. Ezt a mondatot olvasom még egyszer. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe Istennek. Kedves televízió nézők! A templomunk, ahol a felvétel rögzítésre kerül, egy olyan közösség megszentelt helye, akik egykor ebben a városban idegenek és jövevények voltak. Az úgynevezett türelmi rendeletig, amit 1783-ban adott ki II. József király, Baján nem telepedhettek le protestánsok. Nem volt polgárjoguk. Az egykori város peremén jutottunk ingatlan területhez, ahol hosszantartó külső és belső építkezések folytak. Vélhetően a befogadottságunk, illetve polgárjogunk sem történt egyik napról a másikra. Ezzel a fölvezetéssel kívántam indítani mostani igehirdetésemet, és gyakorlatilag az idegen és jövevény kifejezésekkel meg is érkeztem a szentírási szöveghez. A Római Birodalom területén, konkrétabban Kis-Ázsiának nyugati partvidékén elterülő, egykori Efézusban pontosan tudták, hogy mit jelent a jövevény lét, és mit jelent, ha valaki római polgár. Biztonságban, jogvédelemben, szabadságban óriási volt a különbség a két státusz között. Pál apostol, amikor a civil életből való kifejezéseket, illetve mögöttes tartalmakat fölhasználja, akkor a keresztjén hit, de így is lehet mondani, identitás, önazonosság
nagyon fontos kérdéséhez érkezik meg. Az apostol azt szeretné megértetni, hogy micsoda különbség van a között, hogy valaki a hit vonatkozásában idegen, más szóval jövevény, mint hogyha valaki a Krisztusban polgárjogot nyer. De nem csak jogokról beszél, hanem az Isten családjába, benső közösségébe történő befogadtatásról is. Szeretném, hogy az elénk kerülő kifejezéseknek, ha nem is teljes mélységét, de főbb hangsúlyait egy kicsit boncolgatnánk. Általánosságban is elmondható, hogy az emberlét valójában jövevénység. Ahogy egy Zsoltár vers megfogalmazza, jövevény és betelepült vagyok nálad, mint minden ősöm. Nagyon realisztikusan fogalmazza meg ezt a bibliai Jób, amikor így vall: mezítelenül jöttem a világra, és így is fogok távozni. A jövevénységben van egyfajta szabadság, korlátlanság és természetesen kiszámíthatatlanság. És ebből adódik, hogy vannak félelmek és szorongások. Távolság és idegenség egymástól és az Istentől is. Talán hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a magunk urai vagyunk, de valójában a fecsegő felszín mögött az életünkben ott van egy űr. Bolyongunk és sodródunk. Divatok, korszellem és ideológiák mentén. Nincs stabilitás az életünkben. Innen már csak egy lépés, és itt hadd utaljak Jézus talán legismertebb példázatára, amikor egy fiatal ember úgy gondolja, hogy úgy lesz igazán kiteljesedett az élete, ha maga mögött hagyja az apai házat. Beteszi a háta mögött az ajtót, és elindul az önállóság útján. Idegen, távoli vidékre költözik, és ott eltékozolja az örökséget. Az Istentől való távolság és idegenség állapota ez. Valószínű, számunkra is ismerős. Az önmagát nagykorúnak gondoló nyugati ember szabadság eszménye ez. Távol Istentől. Érdemes azonban elgondolkodni, hogy hová érkezünk meg. Mit hordoz magában ez az elidegenedés? Megnyugvást? Békességet? Közel sem. Jézus történetében a fordulat ott történik, amikor az elidegenedett fiatalember egyszer csak eszmél, és azt mondja: útra kelek, elmegyek apámhoz. Tudja, hogy a fiúság a családhoz való tartozás jogát eljátszotta, és már csak béres lehet az apai házban. Jövevény, de nem családtag. Pál apostol gondolatiságában az Isten nélküli, az Istentől távol lévő ember jövevény és idegen, aki lehet, hogy a világ mértéke szerint sok mindent birtokol, és önmagát szabadnak érzi, de valójában nincs stabilitása, békessége az életének. Az apostol arról beszél, Isten kinyújtott karja, Jézus Krisztus az, aki által fordulat történhet az életünkben. A benne való hit, a vele való közösség megadja az Isten országához való polgárjogot és a befogadtatást Isten családjába. A jézusi példázatban a tékozló fiát apja hazavárja, magához öleli és visszahelyezi fiúi, örökösi helyzetébe. Immár nem idegen és nem jövevény,
hanem az Atya szeretett fia. Zárásul arról szeretnék szólni, hogy ez a hitben, Krisztusban ajándékba kapott státusz mit jelent a hitre jutott ember számára. Imáron nem oda megy, ahová akar. Nem a vágyai vagy a világ csábításai vonzák. Nem sodortatás és nem pótcselekvés az élete, hanem elfogadja azt az utat, megbízatást és szolgálatot, amit a mennyei Atya bíz rá. Ez legtöbbször nem az elismerések és válveregetéseknek a területe. Ellenkezőleg lemondással és alázattal megélt út. Adott esetben rangon aluli ügyek és munkák vállalása. Mindezt csak és kizárólagosan egy belső szabadságból fakadóan lehet gyakorolni. Nem e világhoz és annak mértékéhez kötötten, hanem Isten úrsága és királysága alatt. Ez a kötelék teszi lehetővé, hogy ne emberi és egyben mulandó elismeréseket hajhásszak, hanem igyekezzek az Isten dicsőségét szolgálni. Addig, amíg tart a ma, és akkor, amikor a földi élet mandátuma lejár, akkor a mennyei polgárjog szerint belül szabadon, Ápri Lajos költővel együtt így búcsúzhatunk. Ha menni kell, vállamról rongy ruhámat egy rántással elhullathatom, saruim szíja se marad velem. Uram, utálni nem tudom világod, de indulhatok, amikor kívánod, igéd szerint, egészen meztelen. Amen. Imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, hálás a szívünk, hogy nagyon gazdag világodból a föltámadás és az élet ünnepén fölragyogtattál számunkra igét, üzenetet. Az isteni szót és a mögötte lévő szeretetet, elfogadást, amire a lelkünk mélyén minnyájan vágyódunk. Imádkozva kérünk, segíts bennünket, hogy fölismerésre jussunk, és az egykori egyházatyával együtt mi is meg tudjuk vallani. Magadnak teremtettél minket, Urunk, és háborog nyugtalan a mi lelkünk, amíg meg nem nyugszik te benned. Úgy legyen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldás, kegyelem és békesség legyen maradjon mi velünk most, és mindörökké. Amen.